Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Breznai Józsefnek Alkonyat című képét láthatjuk. Olajjal készült kép faroslemezre van festve. Breznai József 1916-ban született, és a Római Magyar Kollégiumnak háromszor volt kint tagja, háromszor volt kint Rómában tanulmányúton, ami egy nagyon-nagyon rangos dolog volt. Római tanulmányutat csak szinte azt lehet mondani, hogy a magyar festészet legtehetségesebb tanítványa és növendékei nyertek el. Ezek közé tartozott Breznai, akinek a szemléletmódjában azért nagyon-nagyon karakterisztikusan felismerhető római iskola és a Novocentónak a hatása. Ha megnézzük ezt a képet, akkor láthatjuk, hogy valószínű, hogy egy görög teraszt láthatunk, egy görög tengerparti teraszt, a házakról ítélve, saját élményen alapuló alkotás, nagyon szépen átsugárzik rajta a festőnek a saját élményanyaga. Festésmódjában nagyon lágyan, temperálva, hígítottan kezeli az anyagot, próbál egy kicsit temperásan, lágyan festeni, úgy kezeli tulajdonképpen az olajfestéket, mint a temperát. Ez egy nagyon-nagyon nehéz technika, de megfelelő anyagválasztással és megfelelő alappal nem megvalósíthatatlan. Breznai József egész életművében hű marad ehhez a fajta képi felfogásmódhoz és ehhez a fajta technikához. Vannak benne kicsit mátiszos elemek a képben, itt főleg a terasznak a korlátjának a színkezelése és a megformálása, amely Matisse-nak a képeit idézi számunkra egy kicsit. Nagyon jól komponált képről beszélhetünk, hiszen maga a képi kompozícióban a nap adja meg a képi egyensúlyt a két jobb oldalon ülő alakhoz képest. Láthatjuk, hogy maga a témaválasztása mondhatni banális, mégis ezzel a témaválasztással, ami egy alkonyi terasznak a képi megjelenítése, egy hát remek műhöz közeli alkotást eredményezett. Nagyon-nagyon nehéz, hiszen az alkonyati nap ugye a gicsfestésnek az egyik kedvenc témája, és a festők nagyon-nagyon nem szívesen nyúlnak ilyen témákhoz, hiszen nagyon-nagyon közhelynek számít ez a festészetben, minden stílusban és minden korszakban, kicsit lenézett témaválasztás. Mégis Breznai karaktere és felkészültsége folytán nagyszerűen oldja meg ezt a témát. Ha megfigyeljük, a képi ábrázolásban sokszor csak jelzésértékűen fest meg dolgokat egy-egy vonással. Az egymásra épülő képsíkok kicsit abbanováki szemléletet tükröznek, amit mind a ketten egyébként Rómából hoztak magukkal. Az ottani Novecentónak a nagymesterei, elsősorban a Sironinak volt ez a fajta képi építkezés a sajátja. Breznai Józsefről még azt kell tudni, hogy soha életében nem volt egyetlen egy pártagnak sem tagja, és a Művészeti Szövetség első titkos választásán, amikor titkosan lehetett szavazni, őt választották meg elnöknek, és ő vezette be a 2 millió forintos vásárlásokat, amikkel egyrészt támogatták a magyar művészeket, másrésztről pedig hozzájuttatták a közintézményeket ahhoz, hogy ingyen és bérmentve a magyar művészeknek nagyszerű alkotásai juthassanak a birtokukba. Többek között így került hozzánk több Óvári László kép, az itt látható Breznai kép is így került hozzánk, melyet a festő 1967-ben festett. Sajnos hely hiányában és kiállítóterem hiányában nincs lehetőségünk jelenleg
hogy a képet a nagy közönség számára tudjuk bocsájtani, bár nagyon jó lenne.